Jó napot kívánok minden kedves nézőknek! Ez itt a Vörösötös X-Wing YouTube csatorna. Ricsi vagyok, és egy újabb Vazal meccset fogunk megnézni, melyben három Gunrunner, Jakku Gunrunner, az új Quadjumper fog megmérkőzni Asajj Ventress vezetésével, egy Han Solo és egy Lothar Rebel ellen. És hogy izgalmasabb legyen ez a mérkőzés, ezért ez az új Heroes of the Resistance-es Han Solo lesz. Vegyük előbb talán a scam listát, mert az egy fokkal izgalmasabb. Mind a három Jakku Gunrunner az Intelligence Agent-tel van felszerelve, tehát majd megnézhetik az ellenfelüknek a tárcsáját Range 1-2-ben, mindegyik megnézhet egy ellenséges hajónak a tárcsáját, és a Space Tug Tractor Array Modification-nel vannak felszerelve, tehát Range 1-ben, tűzívben kioszhatnak egy Tractor Beam tokent egy ellenséges hajónak. A traktor beam tokenek igazából a kis hajókra sokkal nézve veszélyesebbek, és nagy hajók ellen játszanak, ráadásul az egyiknek nulla agility-je van, a másiknak meg egy agility-je van, tehát ez nem játszik majd akkora szerepet, minden esetre egy nagyon kreatív lista, amiről sokat beszélnek, hogy ez vagy ez lesz az egyik legerősebb lista, vagy pedig egy teljesen használhatatlan lista lesz. Hát nagy hajók ellen kevésbé hatásos lista lesz, az tény. Emellett még helyet kapott a seregben egy jól felszerelt Asajj Ventress, rajta van a Shadowcaster cím, így hogyha eltalál egy célpontot támadás során a mobil tűzévében, a Range 1-2-ben, akkor kioszthat egy Tractor Beam tokent, tehát lassan már így értjük a témát. A Gyroscopic Targeting modification-je azt tudja, hogyha legalább egy 3-as sebességű manővert ment, akkor arrébb fordíthatja a mobil tűzévét a combat phase végén. Dengar lehetőséget ad, hogy a nevesített ellenséges pilóták ellen két támadó kockát dobjon újra, egyébként egy támadó kockát dobjon újra. És a Veteran Instinct pedig a 6-os PSN lakó Asajj Ventress 8-asra tornázza fel. Ezzel meg is nézzük a scam sereget. Térjünk át a lázadóknak a bemutatására. Van egy PS3-as Lothar Rebel, egy Hera Syndulla legénységgel, így ha akkor is végrehajtott piros manővert, hogyha már stresszelve van. Chopper lehetőséget ad arra, a Chopper legénység, hogyha stresszelve vagy, akkor is végrehajthatsz egy akciót, de cserébe sérülsz egyet. Az Auto Blaster Turret az Range 1-ben két támadó kockával dobhatsz, és a hiteket nem lehet kivédeni, semmilyen módon, azok betalálnak, se az evade token, se az evade kocka érték, amit megdobsz a kockán, az nem számít. És a Fire Control System pedig támadás után ad egy target lockot. És a lázadók vezére ezen a meccsen az új Heroes of the Resistance-es Han Solo lesz, akinek az a képessége, hogy bárhol gyakorlatilag föltelted az tér a pályán, nem muszáj a saját térfeleden nincs egybe föltenni, hanem csak az a megkötés, hogy amikor őt fölteszed, akkor a minden ellenség és hajótól legalább Range 3-on kívül kell lenned. Ezra Bridger legénység támadásnál egy fókuszértéket kritre változtathatsz, feltéve, hogy stresszes vagy. Kanan Jarrus, hogyha fehéret mész, akkor is levehetsz magadról egy stressz tokent. A régi Millennium Falcon cím, megkapod az action barodra az evade akciót, a kitérést, engine upgrade, megkapod az action barodra a boost akciót és a jó öreg push the limit, hogy miután végrehajtottál egy akciót, azután lehetőséged van még egy free akciót végrehajtani az action barodból, viszont utána kapsz egy stressz tokent. Vágjunk is bele szerintem a mérkőzésben, és meglepő módon Han Solo középen kezd. Tehát ez már eleve egy olyan dolog, amit nem sokan láttak szerintem a játékban, mert elég egyöntetű az a vélemény, hogy a régi Han sokkal jobb, mint az új Han, tehát a fiatal Han jobb, mint az öreg, és ez meglepő lesz számomra is játék közben látni, mert a régi Han Solo-val mostanában próbálkoztam, nem rossz jelenleg, ez az új öreg Han, ez majd kiderül, hogy mit fog tudni. A játékosok egyébként a scam seregeket Moon fogja vezetni, vagy ugye a fizikai részecskéről van elnevezve, szóval lehet, hogy Mionnak kéne ejteni, de fene se tudja, hogy hogyan kéne kiejteni pontosan a nevét, angolosan, magyarosan, vagy hogy ejtjük ezt a részecskét, elemi részecskét. Az ellenfele pedig Slow Dive lesz. A scam játékosról ugye annyit kell tudni, hogy ő a Vassal modulnak az atya már egy 3 éve, 4 éve legalább, tehát az, hogy ez a közösség létezik, ez az ő érdeme. Tehát
Minden esetre érdekes lesz, hogy mit fog alkotni, mert általában az érdekes helyeket szokott hozni. Elkezdjük pörgetni a játékot, jönnek a tárcsák. Letette mindenki. Elkezdenek lépni a Jakug árrendelek, az első egyet megy előre. Fókuszált a következő, és egyet megy előre. A következő így kettőt megy előre, egy kicsit változtasson az alakzatot. Ugye Han Solo az később került oda eléjük, tehát amikor még felhelyezte Mion, akkor lehet, hogy nem számított rá. Most lép a Lothar Rebel. Hát egy kifejezetten lelkes startot vett. Kíváncsi, hogy a következő körben mit fog csinálni. És Assassin jön előre egyet óvatosan. Sivédel. Han Solo pedig elkezd arra szólni, megpróbálja targetokkolni Assassin Ventress-t, és nem tudott mit kezdeni már most ezzel, tehát már kimozdult az ellenfél a felállási zónájából, tehát az ellenfél tűzévéből, hogy nyilván jobb lenne, mint hogyha rá tudott volna lőni az összes ellenséges hajó, de egy pára megjegyezték most ennyire, hogyha a saját érfelén kezdett volna, és most négy előre, négy visszafordulóval megfordult volna, akkor is majdnem ugyanitt lenne. Tehát most Slowdive nem hiszem, hogy jól kihasználta azt, hogy ugyanannyiba kerül ez a Han Solo, mint az előző, mert itt valahogy az első körben kellett volna nagyot alkotni, és behozni azt, hogy egy nagyon jó pilóta képességet elveszített. Vagy lecserélhetni másikra, amit most szerintem nem használt ki egyáltalán jól. Kivéve, ha végig menekülni akar, de nem láttam, hogy miért most miben lesz jó neki, de majd meglátjuk. Szoros meccs lehet a végére. Itt közben az egyik játékosnak Slowdive-nek egy pillanatra el kell mennie, de ugye az a vasár szépség, hogy most nem kellett nagy órát várnunk, hogy visszajöjjön. Sőt, egy egész órára van szünet, de azt szerencsére könnyen át tudtuk tekerni. Elindulnak a gárrenderek, szépen alakzatba fölállnak. Érdekes alakzatban, de jó pofa alakzatban, nekem tetszik. A Lothar Rebel átmegy azon a törmelékre is, azon gondolkodtam, hogy azt mennék, de hát ez elég közel van, azt mondják, hogy pont elment mellette, hát itt valakinek jó szeme van. Én féltem volna attól. És beméri ott azt a Jakugan rendert, aki ott maga előtt van. Nincs egyben szép, az mondja, egy nagy pofont fog kapni, azt már látjuk. Assassin előre. Feltetőleg számított a Gunrunnerre, vagy pedig a következő körbe akar magának mozgásteret hagyni. Akarom mondani, hogy a Lothar Rebel mozgására számíthatott, vagy pedig akar a következő körbe mozgásteret hagyni magának, azért nem ment többet. Han egyet előre megy, és megint nem vagy benne biztos, hogy fog tudni lőni. Az egyikre tud lőni range 3 legszéléről, és majdnem azt mondom, hogy szerencséje van, hogy az még pont benne van. Assassin és Restoszky a Lotálnak, mert ugye az Assassin's pilóta képessége, hogy Rage 1-2-ben, a mobil tűzévében, ez ugye itt ez a kékkel kiemelt csíkot, abban ki tud osztani egy stress tokent. Tehát, bocsánat, az jelöli ki, hogy éppen melyik az aktív mobil tűzévé, vagy a négy kvadráns közül melyik van kiválasztva a mobil tűzévének, és a slow dive úgy döntött, hogy az előső van kiválasztva, abban mérve Rage 1-2-ben kioszthat egy ellenséges hajónak egy stress tokent. Sőt, lehet, hogy nincs kiírva, hogy ellenséges hajónak, ha jól emlékszem, hanem szimplán egy hajónak kioszthat egy stress tokent. Ugye van egy-két ilyen trükkös scam technika, amivel tovább tudja adni a saját stresszét, és akkor ezt a kiskaput nyitva hagyták nekik a jövőben. Tehát a Lothar kap egy stresszt. Han is eleve kapott egy stresszt a push the limitből. Ő először Han. 3-3 ellen. Sikerült kettőt dobni. Itt valószínűleg elkölti a fókuszt a Gunrunner, mert nem akar egyből elveszteni a HP-nak a nagy részét. Assassin combosat gurított, utána még tengára módosított, elköltötte a fókuszt, ide kidobta a négyet, ami ugye be is megy a Lothárnak, mert nulla kockával védekezik. Négy shieldet vesztett. Ugye ezzel a hajó ez benne van a pakliba. Ellenben, ha most le tudja lőni azt a betarget lockot Gunrunnert, akkor megérte neki. Jó, elkölti a target lockot. Mondjuk a crit az biztosan bemegy. Sőt, két hit, egy crit megy be, mert úgy érezte a Mon, hogy akkor most az egy hit az most nem, nem szól, az fontosabb, hogy még ő is, az a Gunrunner is egy nagyot tudjon lőni a Lothar Rebelbe.
ami a crit, direct hit. Akkor ez így elég kiszámolta. Egy élete maradt. Ez a legjobb kezdés. De esetre most a Lothar egy nagy pofonokat fog kapni. Először egy hitet, egy kritet sérül, de ugye ez még a maradék két pajzsra felfogta. Range egybelül a 3-as sorszámú Jakugan Renner is. Az is sebez vele egyet, mert hogy ott már elkötötte a fókuszt, és a vezérhajó a 2-es számú egyet sebez. Hát, és nem tudta elkölteni az a két hajó a fókuszát. Viszonylag jól megúszta azért azt a Lothar ebben, hogy négyen lőttek rá. Ezt kell, hogy mondjam. Így slow die elfelejtette kitenni a Lothar-nak a fire control systemét a 2-es számú Gunner Renderre, de Moon megengedi, hogy nehezebb ugyan a végén, hogy kitegye utólag. Ugye felül számolják, hogy most a harmadik kört kezdik el talán. És feltetőleg látunk majd egy kis tolatást, arra számítok, hogy legalább a Gear 2-es tolatni fog. Pont az a sérült adat, aki nem blokkolni. De a Gear 2-es tolat, és nem fér el a Gear 1-es mellett, ami lehet, hogy szándékosan így próbál blokkolni, ami akkor igazából egy elég zseniális ötlet. Mert ugye pont a sérült hajóval kéne blokkolni, hogy őt tudják kilőni. Viszont az a Gear 3-as most tippelni is, amit fog csinálni. Bejön a Gear 1-es, így ezt így nem látom, hogy miért lesz jó. Megpróbál belerollozni. Attól függően mit csinálod, ez még jó lehet. 2 enyhét, jó, akkor tényleg sikerült beleállítani a sérült hajóba, így ő túl fog élni ezt a kört. Ellenben most ugye könnyen fognak rálőni, tehát Assange-nak kéne rálőnie, de az át kéne állítani a akcióból a tűzívét. És nem azt hallja, de kiválasztott a tűzívát állítás akciót. Ant megy egy derékszöget. És majd Assange fogja talán lőni. Nem, az egyes számú Gunrunner. Egyes számút. Azt írja, hogy először az egyes próbált, az nem volt meg, szóval a hármas számút fogja, igen. Értelmeztem a számokat, meg a csetet. Han lő. A hármasra. Nem dobott valami jót. Van egy target lockja. Ezrádval beforgatja ezt a szemet. És egy kritikusat biztosan nem fog sérülni a Jakugan Renner. Egy damage engine, pirosak a derékszögű manőverek. Emiatt egy viszonylag nagyobb érvágás. Jó lenne, így sem annyira gyors ez a hajó, de ez még többet levon a mozgékonyságából. Slowdive is megállapított, hogy igen, ez nem az, amit szeretne magának a Gunrunner. Renner. Ventress egy sebet okozott Rebelnek, többet nem is fog sérülni ebben a körben. A Lothal Autoblaster Turettel lőtt rá a 3-as számúra, dobott egy kritet, az ugye védhető az Autoblaster Turettel. Ki is védte. Ez egy kritet osztott ki a Rebel játékos, és egy hitet osztott ki a Scam játékos ebben a körben. Gyroszkóppal átállítja a tűzévét a Scam, vagy a Moon javasolja, hogy ha akarja, akkor most átállíthatja a tűzévét, és meghagyja ennek. Szóval talán akár egy balra kettő derékszöget tervezhet a Szárs, vagy jobbat nem tudnék értelem mondani, hogy miért hagyja meg. Aztán ezen tudná Han lekövetni. Ugye nincsen három derékszöge. Az ugye most a Han lelkesen előre megy, akkor azért nem használ. Itt valami kis technikai probléma, valamiért egy piros manővert, ja, egy hírával végrehajtott piros manővert a Lothar Rebel, csak fordítottad a tárcsáját. Ja, Intelligence Agent alkalmazott biztos. Ja igen, írja is, oké. Okay. Igen, ha csetet olvas az ember, akkor sokkal jobban érti, mi történik. Ezt a meccset most nem néztem meg előre, hogy lelkesebben és jobban meglepődjek, lelkesebben tudjam kommentálni és jobban meglepődjek a fordulatokon, meg úgy meggyőzőbbek a előre megjósolt események, amiket megpróbálok. Timéreznek.
Épegetnek a jumperek. A lotál. Mert még egész szembe fért, de először, de mondjuk kicsit ideges volt miatt. Hát ez kevesebb maradt, mint egy fél bész, tehát ez mondjuk valóságban ilyen 2 centi maradhatott volna. Ez oda már lehet idegeskedni, mert ez majdnem 30 centit mozog előre a motosarok. Azt már könnyű benézni. Kettő derék szögető asszás, mondjuk itt tényleg egész jól kijött belőle a lotál. Akcióban hátraállítja a tűzévet, hogyha véletlenül Han majd tud. Ha esetleg tudjon lőni, stresszel nem fogja tudni. Han target lock fókuszt kér, target lock ivédet kér. És nem tudott stresszt adni neki a szás. Ez ugye a target lockot kérte Hannak, hogy látta, hogy nem lesz ebből problémája. Tehát ügyesen kikérte a target lockot, látta, hogy nincs range 2 beállásához képest, és akkor utána még bemerte vállalni az ivédnek a kikérését, és hogy ne legyen dupla stresszelve. Jó trükk. Na, Han kell lövöldözni, ugye aszteroid, amiatt bónuszkockát fog kapni a Gunrunner. Ezra a szekvitre váltja, és ezt egész rendesen 2 hit, egy kritet elszenved. Innentől kezdve arccal fölfelé jönnek a kritikus találatok, az ugye egy életes hajónál ez már nem lesz ennyire számottevő. Hátra lő Ventress, újra dobta Dengar azt a kockát, vagy a 2 kockát dobott újra, az egy fókusz megmaradt. Nem, valamiért külön dobta a 2 kockát, azért nem teljesen szabályos, lehet, hogy ez a mellé kattintott, nem tudom. És az ivéddel kivédi Han Solo. Lothar Rebel még lehet, hogy lelövi, egész jó esélye lelövi. Nem lövi le. Pedig drukkolta meg. Tehát a Lothar Rebelet nem sikerült lelőni a 2-es számú Gunrunnert. És a 3-as számú Gunrunner egy élete még 2-1 ellen tud Hanba egy nagyobb sebet esetleg bevinni. És 2 pajzsot sikerül is lekapni a lázadás hőséről. Jó, 5. kört kezdik meg, ha minden igaz. Hát a Gunrunner 1 valószínűleg ráfordul a Lothárra, a Gunrunner 2 talán sloopol, mert Han nem igazán tud érte jönni. Ventress pedig arra szól vissza továbbra is a Lothárra. A Gunrunner 3 pedig én eldugnám, mert egy alkalmas időpontban visszajön. Lothárra bel, nem tudom, ez így elég érezhet, hogy rá fognak fordulni. Akkor megpróbálni biztosan kilőni a 2-es Gunrunnert, tehát legalább egy hajón előjön rám ebben a körben, tehát jobbra fordulnék mondjuk egy 2-7, hogy legalább zöld legyen a manőver. Kezdjük meg, hogy mit csinálnak. Arra sloopolt. Igen, a sloopol is egész felállt, hogy a dugni, arra nem gondoltam. Egy derékszög, ráfordul. Lothárra bel. 3 enyhe, hát még jobban, jogos, minél közelebb legyen, most úgyis van 2 stressze, akkor ki tudja, mikor lesz akciója, Ventress úgyis ad neki még stressz, végül is jogos, hogy nem zöldeket akar menni, hanem a több kockás sebzésre akar menni. Vagy hogy ne kapjon az ellenfél védekezésre plusz egy zöld kockát, tehát hogy minél nagyobb esélye, minél többet sebezzen, tehát nagyobb legyen a sebzésének a várható értéke. Fókuszt kér, ugye most már van rajta 2 stressz, nem érzi, hogy szükséges átállítani a mobil tűzévét, előre is tud lőni ugye a Shadowcaster, és ha betalál, akkor tehát ugye fókusz akcióval nagyobb lesz a várható sebzése, mert Dengarral van újra dobása, tehát azért nem target lockot kér, hanem fókuszt. Han ment előre egyet, sejtette, hogy a Gunrunner 3-as sorszámmal nem fog túl gyorsan utána menni, és így újra target lockot, azt ami már volt egy target lockja. Ugye akkor elvileg bukja az akciót. Aztán mégis csak kitett egy ivédet, meg egy fókuszt. Ez kicsit furcsa nekem, ugye újra target lockolhatja, tehát ezt szerintem ő elrontotta. Tehát most nem találtam, hogy hogyan lett egy ivédje, meg egy fókusza. Valószínűleg az előző körből talán nem vonta le. Hát, megnézzük, hogy miket kell dobálni. Ezra csinál egy kritet, elkölti a fókuszt. És azt jól megdobta az a 3-as számú Gunrunner.
Három kocka, hármat ki kellett dobni, megdobta. Előfordul az ilyen. Asszázs elkezd büntetni, Rengár újra dob, elkölti a fókuszt. Négy életre lement a Lothal. Aki most kiszedte a kettes számú Karennert, viszont az egyes számú három kockával fog vele még két sebet vinni, kettő élete maradt. És a három számú Karenner pedig szintén lövögeti Hunt. És egy pajzsot megint sikerült lekapni. Elég hatékony a kis hajó, már három pajzsot leszedett Hunt-ról, miközben négyet sérült tőle. Ez egy egész jó arány. Nagyon kérdés, hogy mit fog a Lothal csinálni. Egyet tolatott, akár rendel, akkor biztos asszázsnak csinál helyet. A rossz irányt nyomott, igen a másik irányba fordul, én mondom, hogy miért állna rá az aszteroidára, mond. Lothal egy derékszöggel megpróbálja elkerülni, hogy asszázs rálőjön. Hát ugye egész jó esélyben le tudnak kettőt sebezni. Fú, és átadott rajta a slope dive, hogy itt valószínűleg blokkra készül a Lothal Rebel. Ezt ugye hátul volt már a tűzíve, tehát most csak egy akciót kell kikérni, jó esetben egy fókusz, hogy biztosan megölje. Han pedig finoman arra szól. Megpróbált boostolni, nem fért be. Stressz kap a Lothal Rebel. Megpróbál Han kilőni egy hajót, hogy megmentse a lázadó barátját. És sikerült. Na, Asszás kilövi a Lothal Rebelt, kilőtte. Még dobtak is rá. Volt egy Major Explosion, arra dobtak, hogy még tovább robban el. És marad egy Full HP-s Jakku Gunrunner egy Asszás Ventress ellen. Nem, bocsánat, marad egy Jakku Gunrunner és egy Asszás Ventress egy enyhén sérült Han ellen. Han küldi az áldást, egy kritikusat bevitt a Gunrunnernek. Direct hit, egyből két élet. Hát így hamar ki fogja egyenlíteni az esélyeket, mert azt is visszakeveredik, addigra már lehet, hogy megeszi szegény kicsi Gunrunnert. Itt feltezdő fölfele kéne menni, mert akkor annyival messzebb van Asszástól. Ugye, ha itt befordulnak két aszteroida közé, Han, akkor ott nem valami kellemes pozíció, és blokkolhatja is őt a Gunrunnert. Tehát inkább én fölfele mennék Hannal. Főleg, hogy Kane elől ugye minden manővere. Minden nem piros manővernél leszedi azt a stresszt. Igen, bejött a Gunrunner. Megpróbálja levinni az agility-t trükkös a akcióból a Space Tag Tractor eléjjel. Ugye akkor annyival könnyebb lenne lelőni a többieknek. Ugye neki is. Mikor lő rá. És nem, Han úgy dönt, hogy ő férfi. Ő ezt így bevállalja. Tehát abba bízott, hogy erre nem számít, mert ez a kevésbé jó megoldás, nem tudom, de ugye ez egy eléggé asztalúd lesz a következő körben. Ugye elég gyakran az ember nem a legoptimálisabbat választja, mert arra számít, hogy ezt az ellenfél is arra számít, és akkor megpróbálja megtrükközni, hogy egy rosszabbat választ. Lehet, hogy most ennek voltunk a szemtanúi, mindesetre hirtelen kicsit furcsa. Ugye ez a gondot fogok adni akkor a Gunrunnernek, hogy hova menjen a következő körbe, de most ellenben Han kap egy egész jó támadást, ha nem tudja lelőni a Jakku Gunrunnert. Négy kockával gurit Han. És egyet fog sebezni, hogyha elkölti a fókuszt a Gunrunner, de ha nem költi el, akkor leesik. Tehát nyilván elkölti. Utólag még átforgatják, hogy az egyik fókuszt azt ugye ezre elkölthette volna a crit-re. Egy crit-et fog húzni a Gunrunner. A damage cockpit az, nem is tudom, az a nullás PS talán. A kriteket sem nem tudom olyan jól fejből. Na, Asszás majd 3-3 ellen fog dobni. Van egy fókusz, ami beviszi legalább a 3-at. Ah, hány kivitte a 3-at. 3 az egy ellen, dob a Gunrunner. Egy egészen korrekt, tehát biztosan fog Han sebződni. Méghozzá 2-t. Már az 5 pajzsot azért jól lekapta ez a Gunrunner. Ezekben kettő, ugye, volt egy másik talán. Azt kezdte el eredetileg cincálni a pajzsot és sebzett 3-at. Ez a Han Solo nem szereti, hogyha több hajó is vele foglalkozik. Ugye egy dualistának egész jó. Hát egy-egy elleni csatákban.
Aztán Zselő állította az elsődleges, a mobil tűzívét az elsődleges tartományába, tehát előre, szóval feltetőleg megpróbál Han után fordulni, és nem körözni össze-vissza a pályán. Az Intelligence Agent-tel megnézték azt, hogy Han jobbra egy derékszöget fog lépni. Ami elkerült az asztroidat, igazából azt annyira nem néztem meg. Én azt hittem, hogy az rajta lesz. Búsz az nem fér. Balra búsz se, egyenes búsz az elfért. Megpróbált a Gunrunner-t be lokkolni. Ez egy egész jó kör volt annak, és ez sokat jelent, hogy most sikerült elmenekülnie. Ugye az Assage úgy, hogy már nem Lazrazi Groove van rajta, hanem egy tengár, az ugye a védelméből szerintem nagyon sokat feláldoz így papíron a támadás oltárán. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogyan fogja a létgémben, tehát a meccs hátralévő köreiben bírni Ventress. Aztán sérül, vagy kapna három találatot, hogyha nem védene ki semmit se. Bekockáztat-e egy pajzs veszteséget? Nem, elkölti a fókusz, hogy biztos ne sérüljön, szerintem jó döntés volt. És cserébe, rajta egy dengárral sikerül megdolgozni a kockákat, de Hal meg az ivéddel kivédi, tehát lőttek egymásra, de senki nem sérült. Következő kör. Megy előre a Gunrunner, Ventress szépen átmegy rajta, átállítja a tűzévét, nem tudja még szerintem, hogy pontosan hol lesz Han. Csak egy derékszöget megy, vagy kettő derékszöget, hogy boostol, nem boostol. Ő nincs a tűzében, nem fog stressz kapni, elem lövöldözés lesz, és talán range 2-ben lesznek egymástól. 3 a 2 ellen lőn Han. Ugye van egy Ezra módosítása nagyjából jelen esetben. És Ventress sérül is két pajzsot, és nem tud ezzel mit kezdeni, mert nem ivétet kért. És amikor visszalő, akkor neki egy Dengar módosítása lesz. És sebez igazából kettőt, szóval egy teljesen egyenlő csere volt. És több élete van még Assange-nak, tehát ha ezt így tudja folytatni, akkor nyerni fog. Ha nem, akkor nyilván nem. Ezért Hannak több akciója van, nem, nincs feltétlenül több módosítása, mert ez a Dengar az elég jó, Dengar legénység. Átállítja Assange a gyroszkópos szisztemével a mobil tűzivét jobbra, tehát feltetőleg balra akar fordulni, és így akarja Hunt, a balról akarja az előtte lévő törmelékmezőt megkerülni. A Gunrunner tipjel nincs, hogy mit fog csinálni jelen esetben, nem nagyon tudja szerintem átlépni. Három enyhével esetet talán át tudja lépni a szárs, de... Három enyhével pont átlépte a szárst. Én ezt nem esküdtem volna meg rá. Júj, hova tették azt a hunt? Ez lehet, hogy ez most egy szándékos, leülnek pofoszkodni. Csere lesz, illetve hogy a Gunrunner itt nem tud rálőni, tehát valószínűleg ő is azt nézte, hogy csak oda mehet a Gunrunner, ha tud előre menni, és nem ütközik bele Assange-nak a hajójának a hátuljába. Kíváncsian várom, hogy mit lesznek az akciók. Focus Target Lock, tehát a pofoszkodást választja a lázadó játékos. Nem, mi védettet ki végül, csak Han Solo kap még egy stressz, dupla stresszel van. Itt szokott probléma lenni a lázadó hajóknak, mert amint dupla stresszelve van, elromlik az Action Economy, nulla akció lesz a következő körben, gyakorlatilag nulla módosítás. Át fog menni, még szerezni még egy stressz. Elsőre rosszat gurít Han Solo. Targetokkal újra dobja, azért targetokkal korrektet dobott volna. De ugye nincs a fókusz akciója, de Ezra egy szemet kritre tud forgatni, tehát ez egy egész jó dobás. Ha itt dob legalább egy blanket, Ventress, akkor a crit az be is megy. És dobott egy blanket, elkölti a fókuszt. Nem költi el a fókuszt, úgy döntött Mohan. Tehát egy shield, egy hit és egy crit sérülés szenved el. És a dolgok aztán... Nézzük mi a crit. Új, derékszegek pirosak.
Ez így borzasztó. Mert azért elég sokat használja azt a kettő derékszöget, meg a három derékszöget a Shadowcaster. De viszont a támadás, ami megvan a módosítása, 4 az 1 ellen. És igen, nem is dobott szemet. Dengar újra gurít. Hát ez jól jött a Hannak, hogy dobott egy ivédet. Hozzáadja még az ivét tokenjét. Kettőt sérült, tehát kevesebbet sérült. Kevesebbet sérült. Hát igazából azon múlik itt most minden, hogy a Garrenner tud-e valamit alkotni, vagy nem tud valamit alkotni, mert hogy a Han elég kiszámíthatóan fog mozogni. Én talán jobbra sloopolnék vele. Vagy akkor majdnem biztos állátna Hanra. Jobbat nem látok írtani a Garrennernek. Vagy megblokkolni Hantal törmelék? Nem tudom, ez nehéz kör. A blokkolás mellett döntött. Megpróbálja levinni az agility-ét nullásra. Sikerült, a traktor beamezte. Érdekes döntés. És Han se arra számított, hogy meg lesz blokkolva, vagy csak nem lett a szimplán jobb lehetőséget. Tehát kocka nélkül fog védekezni Han Solo. Nem kapott kritikus találatot legalább a törmelékmezőtől. Még két stressz. Na nézd, hogy miért kérdezik, mert Ventress-szel is kapott egyet, és ugye a törmelékmezőt is kapott egyet, és Kanan egyet levehet. De akkor is összesítve most már három stressz van rajta, tehát nagyon sokáig nem lesz akciója. Azt mondja, eltöntik a range 1 vagy range 2. Range 2. Azért most jól jött a Han Solo, meg különben szó szerint lelőhette volna Ventress. Au. Igen. Ez Han Solo első lövése 3 crit, amiből egy biztosan bemegy. Mind a három bemegy. Ez nagyon kellemetlen. Ugye nem ivédet kért a szárs, tehát fönnállt ennek a lehetősége, ezzel együtt nagyon durva. Nem akciózhat. Egyel csökken az agility. És kap egy stresszt. És futott még egy negyediket? Vagy nem csak oda tette a meglévő kritje mellé. Ne felejtsd, mert ennyi kritet már nem tud megjegyezni. Ugye kérdés, hogy a maradt most fent a pályán. Hát most kapott egy stressz, és a derékszögek pirosak. Ha egy enyhével fönnmarad a pályán, akkor fönnmarad, egyébként nem maradt fent a pályán. Dobott, hit crit. Még egy hit Dengárral. A crit dupla, akkor nyert. Major Hull Breach. Innentől kezdve a maradék egy életére minden sebzéskártya harcol fölfele jön. Ez ugye már kevésbé hasznos. Ha most Assange leesik, akkor a két életes Space Tag marad Han Solo ellen. Muon ezt már látja, hogy le fog esni a Ventress-e. Az egyenhében én nem esküszöm meg, hogy leesik, de valószínűleg leesik. Ő csinálta az a programot, hát csak tudja, hogy leesik a hajója, vagy nem. Na, és azt mondja, hogy nyert, hogyha nem tud fönnmaradni a pályán. De ha fönn tud maradni a pályán, akkor is az egyik hajót Han jó eséllyel megöli. Bár nincsen akciója, szóval... Nagyon izgalmas lesz itt, mi lesz az utolsó körben. Meg mit csinál a Han Solo? Tolat! Tolatás! Erre nem számítottam, még erre nem vagyok fölkészülve. Lokra megy. Leesett Ventress. Ennyi. Ha most Han elmegy a Space Tag mellett, akkor... Így is lehet, hogy feladja Mohan? Mert hogy most blokkolta, nem kapott kritet a egyéletes Han. Ha kritet kapott volna, akkor nyert volna. Következő körben pedig Han szimplán elmegy mellette. Megy 200 kört, húzza az időt, pontba nyerne. Úgy döntöttek, hogy ennyi volt a meccs. Ennyi volt a logfáj, utána még... De még utána mondta, hogy Moon is, hogy nem is kellett volna erre gurítania. De nem tudom, ténylegesen azért, mert hogy elfért volna, vagy azt látta, vagy csak úgy jó fejségben, hogy már feladta.
Ezek a tolató manőverekre figyelni kell. Most a traktor erény ugye végén játszott majdnem kulcs szerepet. Ugye nem védekezhetett Han Solo. De egyébként egy kis hajós listát, főleg egy ilyen szoros asztalida fölhelyezés mellett az nagyon-nagyon-nagyon tönkre tud vágni. Ez az akció, meg ez a hajó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az adást, hogyha tetszik, akkor lájkoljátok, osszátok meg, iratkozzatok fel a Vörösötös X-Wing YouTube csatornára, és hallgassátok a podcastet, olvassátok a cikkeket, Vörösötös készenlétben.